A csóri hatáson kívül nekem volt egy nagyon-nagyon hosszú, jó pár évig eltartó, nagyon fogsz csodálkozni, tandori. Egyszerűen beleszerettem már úgy abba a világba, amit ő ír, a verseinek is egy pár, de főleg a prózájára és az eszéjére, tehát az ő világára, hogy lehet így, ennyire másképpen. Amiket megemlített, azt elkezdtem olvasni. Tehát ez a félelmetesen tág világ, ami a tandorié, az engem jó pár évig nem engedett el magától. Nagyon elején, az költő pályafutásom elején persze akkor egy nőt, hát de nekem volt a Hervai Gizi és a Szilvia Plát, aki mint egy ütés úgy ért engem, szíven ütött, mert egyébként pontosan a Szilvia Plát egyik regény, vagy egyik kötetéről írja valaki, hogy az igazi irodalom az fejbe csap, az nem simogat, az odavág, a földhöz vág téged, és ez ilyen volt nekem, Szilvia Plath is, azt a mérhetetlen indulatot, azt, amit ő úgy próbál magában megfinomítani, mint egy vadállatot, a benned levő vadállatot idomítod, egészen más nyelven és hangon, mert akkor addig ismertünk szovjet, én például imádtam a Marina Cvetajevát, kívülről tudtam a verseit, az ő hozzáállását is, akkor rácsodálkozni arra, hogy a Szovjetunióban milyen volt költőnek lenni, hogy nem biztos, hogy megéled a 30 évet, ha írsz egy olyan, vagy a feleségedet, vagy a családodat elviszik, ott olyan család nem volt, akik valamelyik tagját el ne vitték volna, hát a Cvetajevának a férjét megölték, ő öngyilkos lett a végén, a gyerekeit elhurcolták. Tehát olyan életek voltak ott akkor, hogy valami elképesztő. És az ember onnan tudta, hogy igen, hát itt még mond valamit az irodalom ebbe az országba, mert számítanak a költők, mert érdemes őket kivégezni, meg agyonlőni, meg elhurcolni. Hát akkor még azért az irodalomnak, meg magának a költőnek. A költő az nem egy olyan kis senki volt, vagy nem senki, hanem egy akármilyen lény, mint most, és a mostani költők úgy is akarják beállítani magukat, hogy hát én csak egy ember vagyok, egy apsi vagyok, ahogy az Ottlik mondta, csak egy űrge a többiek között, hanem nem. A költő akkor, mint Nagy Gáspár, aki volt merész elmondani, hogy egyszer majd el kell temetni, és a gyilkosokat nem fogjuk feledni. Mindenki rajongott a Tóth Erzsére maga módján, ki szerelmes volt vele, ki nem. Egy biztos, hogy nagyon erős személyiség volt, nagyon érett személyiség volt. Neki volt tekintélye, megjelent ugye a Végtelen vers közepe, ami egy nagyon fontos könyv volt. Akkor nagyon fel voltunk háborodva, hogy a Csórit emlegetik, hogy azt követi, de a Csóri meg a Nagy Lászlót követi, a Nagy László meg a nem tudom kit követ, a szürrealistákat, meg az Erdélyt, nem. Szóval mindenki követ valakit. Egy biztos, hogy ő tényleg nagyon szuverén figura volt. Egyéniségként, személyiségként is, és költőként is. Ő egy ilyen kovász volt a dologban, a mi csapatunkban, kellett egy nő. És hát az, hogy Pesten meg vidékiek voltunk, az meg egy másik külön élmény. Mert akkor meg azért voltunk furcsák, mert mi nem vagyunk pestiek, mert máshogy beszélünk. Hiába igyekeztünk, anyukám mindig újra tanított minket tájszólás nélkül beszélni, de azért mégis megmaradt. Emlékszel, hogy újra tanított Amikor minket? Amikor faluról hazamentünk augusztus végén, szeptember elején, akkor mindig tájszólásba beszéltünk, és az anyu megszekált bennünket. De amikor ide lejöttünk, igen, akkor a kereskedni lányok azért csúfoltak, vagy szóltak ránk, hogy a betűt, a névelőt kimondtuk, hogy az Erzsi, a Mari. Igen. Mondták. És tényleg olyan úgy tekintettek ránk, mint a kis királylányokra, akik hazaérkeztek. Talán a volánt kellene másképp tartani. Kinyújtott karral hátradőlve, mint a Mercedesekben utazó turisták, áthajtani egy nap alatt ezen a kis országon, aztán a Balatonba dobni a megrágott kukoricacsutkát, hogy ne lássam a lassan jövőket, az út mellett állókat, hogy elfelejtsem a méregzöld tengeri levelet, amivel 5 éves lehettem, a nyakamon próbáltam ki, valóban el tudja-e vágni egy gyerek nyakát.
Elbújtam nagyapa elől a perzselő poros határban, letéptem egy hatalmas illatos pengét, sokáig dörzsöltem a nyakamhoz, s vártam, mikor halok meg. Aztán megijedtem, s rohantam haza. Nagymama, a tengeri elvágta a nyakamat.